Az új tornaszobában játszanak a nyírgelsei ovisok. Az óvoda épületét ezzel a több mint 100 négyzetméteres sportteremmel bővítették. Az új részen öltözőket, szertárt, szociális helyiségeket is kialakítottak. Az intézményben az elmúlt években több beruházás is zajlott. Az önkormányzat pályázatok és jelentős önerő kiegészítésével szinte teljesen felújította az óvodát. Első körben az óvoda épülete újult meg egy energetikai pályázatnak köszönhetően, a belügyminisztérium által kiírt pályázat 15 millió forinttal támogatta a felújítást. További 15 millió önerővel egészítettük ki, hogy ez az épület ilyen formába kialakult. Aztán ez a hátsó rész, ez egy tornaszoba, egy új tornaszoba, ez egy Magyar Falu programos pályázatnak köszönhetően 21 millió forintos támogatással és 30 millió önerővel egészítette ki az önkormányzat. A rendezvényen elhangzott, a térségbe jelentős mértékű támogatás érkezett az oktatási nevelési intézmények fejlesztése céljából. Az elmúlt 6 esztendő alatt több mint 14 milliárd forint jött oktatás nevelési célra. Az oktatás nevelés infrastruktúrális feltételeinek a biztosítására. Ez egy nagyon nagy szám, amiből 20 bölcsőde épült, 15 óvodát újítottunk fel, illetve 2 új óvoda épült, 20-nál több iskolát újítottunk fel energetikailag, és ilyen formán az elmúlt időszakban olyan mértékű fejlesztések történtek, amely rendszerváltás óta párját ritkítja. A vármegyei közgyűlés elnöke elmondta, a vármegyei önkormányzat számára jelentőségük van a kisebb települések infrastruktúrális fejlesztéseinek. Ugyanolyan életminőséget kell teremtenünk kis településeken is, mint a nagyobb helyeken, nagyobb városokban, és akkor nem lesz elvándorlás, megőrződnek a ingatlanok értékei, és nincsen terep nélküli település, mindegyes településnek megvan a saját szerepe a vármegyében, akár a határszélen, akár a központban, és ugyanazt a színvonalat kell mindenhol biztosítanunk, akár TOB-ból, akár más fejlesztési forrásokból. Ez az óvoda most nem TOB-ból újult meg, hanem belügyminisztérium, illetve a Magyar Falus forrásokból, de a kerékpárúthoz topos fejlesztés volt, az egészségházhoz ugyancsak topos fejlesztés volt az elmúlt évben, hogy minden ilyen forrást igyekeznek az önkormányzatok kihasználni, és hát ez Nyírgelsén sikerült. A nyírgelsei nyitni kék óvodában az energetikai fejlesztés és a tornaszoba építése mellett az udvar és a kerítés is megújult. Az intézményben jelenleg két csoportban összesen 42 gyermekről gondoskodnak.